Villámárvizek Pécsen, ezeken az amatőr felvételeken a lezúduló nagy mennyiségű csapadék folyóvá változtatta például a Petőfi utcát. A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékot a város csatorna rendszere és a zöld felületek nem képesek elvezetni. Így a víz károkat okozhat az utcákon, az épületekben. Ez már a Pécsi Egyetem ifjúság úti telephelyén készülő esőkert. Ezek telepítése lehet megoldás a villámárvizek ellen, illetve a csapadék hasznosítására. Infrastrukturális megoldás arra, hogy a beszivárgást erősítsük a lefolyás ellenébe, illetve a felszínti víztározást is domináljuk. Ugye a projektnek a neve az, hogy Sponge City, ami magyarra fordítva az, hogy szivacsváros. Tehát ez burkoltan vagy közvetve arra utal, hogy víz visszatartás lenne a lényeg, és nem a lefolyás. Tehát ha a csapadék lehullik, akkor két lehetősége van, vagy lefolyik a felszínen, vagy beszivárog a felszín alá. Nyilván azzal, hogy hosszabbak lesznek az aszályos periódusok, a talajban történő víz visszatartás is nagyon-nagyon fontos. Ezekkel a medencékkel most azt vizsgálják, hogy milyen föld-homok keverék arány az ideális az esőkertek kialakításához. Nyilván a növényeknek szüksége van talajra, vagy mondjuk azt, hogy itt virágföld vagy kerti földről van szó. A homok viszont a nagyobb szemcseméret miatt a beszivárgást erősíti. Ennek az optimális arányát próbáljuk megtalálni. Tehát ne legyen túl sok homok, mert akkor a növényeknek ugye nem lesz jó, a növények szépen ugye akkor elpusztulnak, pláne hogyha ami hosszabb száraz periódus van. Tehát viszont akkor, hogyha kevesebb benne a homok, akkor meg a beszivárgást csökkentjük, és akkor ugye a lefolyás fog növekedni. A kialakított medencékben most azt mérik, hogyan hatnak a különböző tényezők ezekre a folyamatokra. Ilyen például a párolgás, a vízmennyiség, a talaj szemcsemérete, a meteorológiai körülmények. Az egyetemi docens azt mondja, minél több esőkert telepítése és minél kevesebb beton vagy szilárd burkolat építése lenne jó Pécsen. Itt az kéne, hogy minél kevesebb vízáró réteg, és minél több, ami permeáblis, tehát vízáteresztő, természetes felszín vagy talajfelszín, és minél több zöld felület. A zöld felület nem csak arra jó, hogy késlelteti a lefolyást, hőmérséklet, ugye, csökkentő hatása van, tehát úgy értem, hogy ez a városi hősziget effektust csökkenti, és nyilván esztétikai előnye hatása is van. Jelenleg Pécs területének 37%-a betonnal vagy vízzáró burkolattal van fedve, ami nagyon magas arány. Ehhez jön még a domborzati adottság, így nem meglepő, hogy villámárvizek alakulnak ki a városban, a szakember szerint. Erre és a csapadékvizek hasznosítására lenne megoldás az esőkertek kialakítása. Az egyetemen 2026-ig vizsgálják ezek kialakítását, a programban 12 ország szakembereivel működnek közre.